Szemétkupac az út mellett. Persze ezt nem így rakták le az emberek, hanem az erdő aljából kellett összegyűjteni. Több ilyen domb is van a területen, ezeket Csizmadia Kálmán szedte össze az elmúlt 3 napban. A tájsebészeti program vezetője épp azt mutatja stábunknak, miket is talált az aljnövényzetbe rejtve. Függönyögtük ezzel, amit el tud képzelni. A háztartási hulladék, akkor vannak a lakásfelújítások, ebben rengeteg benne azért, hogy csempétik ezzel minden, tele van mindenben a rutymalikkal. A város szívében, a kis erdőben járunk. Ahogy a képeken is látszik, itt sem rózsás a helyzet. Rengeteg szétszedett tévét és monitort szórtak itt szét az emberek, de ugyanúgy találkozhatunk háztartási hulladékkal is. A tájsebészek szélmalomharcot vívnak a szemetelőkkel. Közvetlen a út mellett nincsen nagyon szemét, hanem van egy nyiladék, hogy bébi már telik szeméttel. Az ember összeszedi, megcsinálja szépen, egy hónap, 2 hónap se kő, ugyanaz, megint. Az illegális szemétlerakások száma nem csökkent, sőt a tavalyi évben emelkedett is. Több gócpont is van, amit folyamatosan ellenőrizni és tisztítani kell. Nagyon kedvelt szemétlerakóhely, úgymond a 86-os út menten a felüljáró után egy rész, Fekete Erdő úton az erdő alja, vagy akár Győri út mentén, ott is szintén Fehérhíd felé az erdő alja. Tehát olyan területek, ahol kevés a forgalom, kevés ember jár. A hulladékudvarok megnyitásával remélhetőleg csökkenni fog az illegális szemét mennyisége. Ez azért is lenne fontos, mert nem csak a városképet rontja, hanem a környezetet is szennyezi a sok hulladék, ez pedig visszahathat ránk, a városlakókra is.